Magyarországon az idény típusú pollenallergiáknak három fő szezonja van. Akár már február közepétől nyílhatnak az úgynevezett korán virágzó fák, így például a mogyoró, a nyír és az éger. Nyár elején következnek a fűfélék, majd nyár végén a parlagfű és az egyéb gyomfélék dominálnak. Az arra érzékenyek már most sok kellemetlenséget tapasztalhatnak, hiszen a pollenallergia évről évre több embert érint. Ma a világon a lakosságnak olyan 10-30%-a főleg légúti allergiás megbetegedésben szenved. Hát a leggyakoribb ok talán a levegőszennyezettség. Az allergiás megbetegedések száma egyre növekszik. Ennek tulajdonképpen az egyik oka az, hogy ez egy genetikusan meghatározott megbetegedés. Tehát ha az egyik szülő allergiás megbetegedésben szenved, akkor a születendő utódnak 30%-os esélye van arra, hogy ő is allergiás lesz. Ha viszont mindkét beteg allergiában szenved, akkor kb. 60% esélye a gyerek valamilyen allergiától fog szenvedni az élete során. Ezért fontos a megfelelő kezelés, és legalább ennyire fontos a megelőzés is. Amikor valamely allergiás betegség gyanúja felmerül, minél korábban ki kell vizsgálni, mert időben felismerve és kezelve megelőzhető a betegség, vagy mérsékelhető a súlyossága. Természetesen a kezdődő allergiás betegek önmagukat gyógyítják az elején, lehet a gyógyszertárban venni ilyen recept nélküli készítményeket, allergiatablettákat, orspréket, lehet venni különböző fizikoterápiás eszközöket, mint például ormosókat. Ezek nagyon hatásosak tudnak lenni az enyhe, még nem erős és még nem kivizsgált allergiás megbetegedések esetén. Azonban törekednünk kell arra, hogy mindenképpen derüljön ki, hogy mire is vagyunk allergiásak, és melyik, az év melyik szakaszában jelentkeznek ezek a panaszok, mert fontos a mielőbbi kezelésük, mert ezek az allergiás megbetegedések önmaguktól nem múlnak el, sőt egyre több allergia alakul ki, és egy tartós krónikus ornyálkahártya, illetve torokgyulladáshoz vezet. Jelenleg a nyár és a ciprusfélék dominálnak, de jelen van a mogyoró is. Ez azonban pollen és nem összekeverendő a mogyoró, mint ételallergiával. A mogyoró pollen allergia tünetei az orrfolyás, tüsszögés, könnyezés és torokkaparás, mint bármelyik másik pollen esetében. A mogyoró nem sokáig virágzik, így hamar elmúlnak a tünetek is. Az ételallergia azonban az egészen enyhe irritációtól az életveszélyes reakciókig is terjedhet. Fontos tudni, hogy a pollen és az ételallergia között nincs összefüggés.